Molière képzelt beteg vígjátékával folytatódott a Művelődési Központ által szervezett színházi sorozat. A Zente Ferenc Színház előadásában Koltai Robert főszereplésével bűvölt el a közönséget a társulat. Mindenképpen az elmúlt évek tapasztalatait vettük alapul, tehát a helyi közönség jobban szereti a könnyedebb darabokat, vígjátékokat. Természetesen az operett is beleillik ebbe a képbe, mert általában vígjátékszerűek az operettek, és szerettünk volna klasszikust is, ezért került bele például a Koltai Robert főszereplésével a Képzelt beteg című darab. Marcaliban a könnyedebb színházi darabok a népszerűek, szívesen fogadják a vígjátékokat. Mostoha, édes kedves mostoha anyád, az én hitvesem, mindenáron arra szavazna, hogy ne féljesz, hanem zárdába adjalak apácának. Téged is, meg a hulgocskádat is. Jól kigondolta a drága látos. De ebben az esetben én kerekedtem felül. Szóval legyőztem légyen. Köszönöm, papa, köszönöm. Egy életre hálás leszek ezért a jóságért. Ami igaz, az igaz, ez nekem is tetszik. Ennél okosabbat még életében nem csinált. Na, szóval akkor hozzáadhatlak, igaz? Jó. Azt mondják, hogy nagyon értelmes legény, és tetszeni fog nekem. Jó, meg neked? Az bizonyos, papa. Hogy bizonyos? Miért? Hát te már láttad, te ismered? Hogy? Hát most, hogy édesapám így beleegyezett, akkor én bevallom, hogy véletlenül összeismerkedtünk. Teljesen véletlenül. És hogy ő megkérte a kezem, annak az oka, hogy már első látásra nagyon nagy hajlandósággal lettünk egymás iránt. Aha. Érdekes, hogy erről nekem nem beszéltek, de talán még jobb is. És mondd, helyes legény? Jaj, nagyon. Rátermett? Ez első a világon. Értelmes? Olyan okos, hogy papa ilyet még nem is látom. Okos? Okos, értelmes, minden. Jó, ennek nagyon-nagyon örülök. Hát akkor éljen ez az esküvő, akkor hozzáadnak. Jó, papa, köszönöm. Jó. Ilyen okos fiút még biztos, hogy nem látottam, papa. Szerintem még egy orvosnál is okos. Az nem lehet. Orvosnál okosabb élőlény nem létezik a földön. Ezt így fogadd el, ahogy mondom. Nem nehéz eladni, szerencsére, tehát örömünkre szolgál, hogy van egy színház kedvelő közönség a városban, akik minden évben visszajárnak. Éppen ezért a bérletújítás is tehát megelőzi a bérletek és a jegyek árusítását. Inkább sokszor az a probléma, hogy kevés hely marad a jegyeseknek. A gyermekekről sem feledkeznek meg a szervezők. A legkisebbek 3 előadást tekinthetnek meg a szezonban. Van igény helyben a gyerekszínházi előadásokra is, bár inkább az óvodások és a kisiskolások érdeklődnek a darabok iránt. Éppen ezért ők állnak a fókuszban. Itt is igyekszünk mindig úgy összeválogatni a darabokat, hogy legyenek benne klasszikus mesék, de legyenek benne látványos vagy vidám darabok. Ezért gondoltuk, hogy mint például a Mátyás király mézbora, tehát ami ugye történelmi vonatkozású, vagy legyen olyan vidámabb, mint a Kiskakas gyémántfélkrajcárja, illetve ahogy a mai napig is mennek ezek az animációs mesék, mint akár a Jégvarázs, és sorolhatnám, ezek közül egy olyat választottunk, a Szépség és a szörnyeteget, ami igazából egy táncszínházi produkció, illetve táncszínháznak a produkciója, de gyerekeknek kifejezetten, és zenés, mesés, táncos. A színházi program márciusban folytatódik majd a Marcali Művelődési Házban. Ekkor a Nők Hónapjához igazodva Nő a Tét című előadást láthatja majd a nagy érdemű. A gyermekek pedig a Szépség és a szörnyetek történetét izgulhatják majd végig.